Ma este azért gyűltünk össze, hogy közösen töltsünk el önfelett perceket, azon nevetve, szórakozva, hogy mennyi szar történt velem az életemben. Ne gondoljátok, hogy ezek miatt én egy szomorú, megkeseredett, depressziós, magába forduló, megtört ember vagyok. Sokan úgy gondolják, hogy az ember jelzi önmagának, hogy milyen úton szeretne haladni az életében, és hogyha mégsem azon az úton halad, akkor először kisebb, aztán nagyobb jelzésekkel, végül pofonokkal igyekszik magát visszatéríteni arra az útra, melyen valójában lelke mélyén haladni szeretne. Mekkora fasság. Izmos, heteroszexuális férfiak teljes átéléssel prezentálják ezeket az emblematikus stílusjegyeket, melyek valahogy a klasszikus balett és a Backstreet Boys klipek szerelem gyerekeinek. Ilyenek például a tenyérbenézés. Hirtelen. Vagy lassan. De mindenképpen teljesen értelmetlen. A levegő elkapása, behúzása és elengedés. Én vidéken próbáltam egy gyerekelőadást, melyet Pilinszky János válásáról, depressziójáról, öngyilkossági hajlamáról szóló, felnőtteknek szánt verses meséi alapján írtak, gyerekeknek szóló mesejáték formájában. Szóval, robogós pályafutásomnak egy kedves hölgy vetett véget, aki rám nyitott a Skodájának ajtaját a Kékolyó utcában. Régen látott vendégként fogadtak a Péter Pisának. Valahol ezen a ponton kezdtem el írni ezt az előadást. Hogy ezt a sok szart.